Sziasztok! Itt vagyunk Bendével, és vele a középsüli főhadiszálláson. És most középsüli quizt fogunk játszani. Én vagyok a műsorvezető, és a fiúknak ki kell találni a válaszokat a kérdésekre. Kőpapír ollóval fogjuk eldönteni, hogy ki kezdi. Nos, fiú? Kőpapír olló! Azt hiszem benne kezd. Kezdjük. Szóval első kérdés. Hányadik lett Berci a versmondó versenyen? Ugye, akkor most én mondom először. Igen. Második. A válasz helyes. Akkor szeretném, hogyha gratulálnánk Bercinek, ugyanis ő nyerte meg a második helyezetet a versmondó versenyen, úgyhogy kérem szépen, hogy nagyon szeretnél. Nagyon bízom benne, hogy jövőre már az első helyet is el fogod hozni. Olivér, hányast kapott Jeanette a levegőről adott feleletére? Hát ez így egyes lesz. Úgy, ahogy mondod. Ez így egyes. Harmadik, Bende. Mit írt Eszti arra a papírra, amivel Paolának üzent arról, hogy Bende megcsalta őt? Bende egy patkány. Kicsit pontosabban, milyen patkány? Bende egy büdös patkány. Igen, 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 igen. Négyes kérdés, Oszi. Hogyan puskázott Corina a második részben? Corinának a combján volt. Igen. Ötödik. Milyen beavatási feladatot adott Bende és Olivier Barbie-nak? Oda kellett mennie Krisztusbához, és először is azt mondtuk neki, emlékszem, hogy úgy volt, hogy először mondtunk valamit, azt nem fogadta el, és utána adtunk egy másik feladatot, most melyiket mondjam azt, amit megcsináltam? Nem a feladat kell, hanem hogy mivel avattátok be? Ja, egy kis ilyen felelsz vagy mersz. Helyes, ja, ennyi. Arra gondoltunk, játszhatnánk. Felelsz vagy mersz? Téged. Igen, ezt imád. Ezt így eldöntöttük, nálunk ez így megy. Hatodik. Ki kért bocsánatot Kinga nénitől a bögre eltörése miatt? Hát az a rakó Dominik. De hát ő törte el, ne nézd rá. Elég anyas imád csak Dominik. A rakó. Ez volt a kedvenc bögre. Kicsit ügyed, és ha leesek, akkor mi lesz? Hát akkor majd megsíratunk, hát ez van. Te saját bénaságot, ha leesel onnan. Egy Istenem. Valamelyikőtök fogja meg magát, azt kérem bocsánatot. Mondjuk esetleg. Ja. Igen, te. Nosza. Na gyerünk. Jó van, persze. Szóval, hetedik, Bende. Hány napig járt Bende és Eszti? Napig? Ez lehetetlen. A történetnek nincsen idősávja, itt minden random történik, itt nincsenek napok. De tényleg amúgy ebben a sorozatban nincs olyan, na, hogy egy-egy próbálj meg tippelni, három lehetőséget adok. Hány napig? Mit tudom én? Kettő. Egyik kilőve, nem? Jó, akkor három. Kicsit nagyobb számra gondolok. 122. Nem, 14. Akkor nem siker, 14. De ez akkor is két, azért mert hogy ugye egy részig jártak, és akkor úgy két hét, vagy ez, vagy mi állókkal? Mindegy, az a lényeg, két hét volt. Jó, legyen, jó, oké. Okay. Azt hallottam a minap, hogy az Eszti is akar indulni az Ez is Part szépségversenyen. Én nem is értem, hogy gondolja. Most azt hiszi, hogy a Bendével járt két hetet, és akkor ez feljogosítja arra, hogy indulhat a versenyen? Hát esélye nincsen. Egy ilyen fél mondatot kellett volna elcsinálni, mert nem is nézem azt. De nem is neked volt kérdés. Jó, nekem szóval biztos van mizélet, hány lábújszúja van Krisztusban. Na, akkor Bendének ez egy mínuszpont. Nem mínusz, csak nulla. Nincs olyan, hogy mínuszpont. Egy mínuszpont. Nem, nincs mínusz. Nem tudom, hogy nem pontot. Én vagyok a műsorvezető. Én döntöm el, ez egy mínuszpont. A nyolcadik kérdés Oszinak. Milyen színű trikót viselt Olivier a harmadik részben? Mikor volt már az? Le.
Hát az elsőbe... Mindegy, hát egy trikódban mondasz én. Nem, az a baj, hogy nincs már. Volt, amikor a Bendő trikójában voltam, volt, amikor sárkom. Most sárkom is van 8500 féle. Mert trikókból tartok amúgy a legtöbbet otthon. Több van, mint póló, meg kulcs, meg nadrág, meg sapka összesen. Szerintem... Hát a fehér... Nem nyert. Nem. Szürke. Van szürke? Hát jó, hát akkor biztos. Na jó. Ezek szerint. Oszinak egy mínusz pont. Igen. Nem fogjátok elhinni. Mondjam. A Rozi cuccai mind eredeti. Na jó. Az állás... 2-2. Hát ez az nehéz volt. Igen. Na. Szóval, 9. kérdés Bendéhez. Na. Mit mond Olivér, amikor rádobja Bercire a WC-papírt a mosdóban? Tudod, amikor... Ó, igen, és aztán meg kiszalad, és minden... Ha valami orderál én a s***ságot. Ezt meg kis... Hát nyilván. Szóval... Gondolj valami tök egyszerű dologra, amit... Te jó, hogy még segítesz neki! Te is mondanál, hogy egy évődő párocskát látnál. Menjetek szobára, aztán használjatok jó, gumit! Jó, szerintem ez volt a válasz, kész, nem? Jó, nem. A válasz az, hogy sok boldogságot. Nem tudsz beszélni. Tehát az állás 2-1 Olivérnek. Ez ugyanaz az írás. Sok boldogságot! Miről beszélsz? Tényleg az 2-1-nek. Hát, az előbb volt 2-2. Mínusz pontok vannak. A Bende kapja a mínusz pontot, tehát nehéz van. 2-1 neked? 2-1 neked, van a sűrű. És neked akkor az Andris miért úgy mutat, hogy az én oldalamon volt egy? Azért, mert... Mert az Andris nyert. Én oldalam, és Bendének van egy, neked 2, örüljél a fejednek. Na, hajnál csapat. 10. kérdés Oszihoz szól. Milyen ruhában akar menni Paola a Palace-ba bulizni? A la natur. Milyen ruhába akar egy menni? Nagyon alternatív dolog, amit... Mit tudom én, tudod, van nem az... Nem mutatom, hogy van az utcai, az elegáns, a... De hogy... Nem is, hát nem is jött, vagy ott van. Hát, na, vagy mibe, hát valami izé, valami dögösbe. Más szóval? Szexi. Úgy van. Szexi. Tehát akkor az állás 1-3. Miben jöttök? Hát nem tudom, én... Szexi ruhában. Szexi! 11. kérdés Bendéhez. Melyik dalt énekelték a diákok a balatoni kvízjáték során? Jaj, amikor... Jaj, Ocsomas vagyok nekem. Nem. Miért? A balatoni kvíz során? Hát 3-0! Kettő is jó lett volna, a One Republic Counting Stars, vagy a Bon Jovi It's My Life. Tényleg nem... 3-0! Nem tudtok el a jó neked? Tisztára hát vagyok. Akkor az állás 3-0. Ja, emlékszem, hogy beszéltük is, hogy azelőtt volt a szalagavató, amikor fe... Other things that we could be. But baby, I've been praying hard. Said no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars. Szóval... Fáradt vagyok. Következő kérdés Olivérnek. Miért veszített Olivér és csapata a röpi meccsen? Olivér állítása szerint. Hazudok mindig, úgyhogy nem tudom. Nem, hát azért, mert kevés volt a csapatban a fiú. Nem nyert. Miért? Túl szépek voltak a lányok, és ez elvette a figyelmét a játékról. Hát nekem, de a csapat azért vesztett, mert kevés volt a fiú. Mindegy, nem nyert. Állás 2-0. Igazából jó volt a röpi, meg nagyon szépek voltak a lányok, csak ez moskosul elvette a figyelmet igazából a játékra, és ezért kaptunk ki. És a plusz egy, szóval ezt úgy fogjuk eldönteni, hogy aki tudja a választ, az tapsol. És ha esetleg nem volt. Na, mondjad, minusz egy pont. De, szóval, amelyikőtök előbb tapsol, én fogom eldönteni, hogy ki tapsolt előbb, az válaszolhat a kérdésre. Mehet? Tehát akkor a hány pontért megy ez a kérdés? Egy. Akkor tök mindig, na, ha így na. Milyen helyezést kapott Olivér nővére az Ezüstpart szépe versenyen? Igen? Ő volt Miss Bikini. Helyes. Az állás 3-0.
Oliver javára. Hát jó, várjál, ne üljünk. Ez nagyon megalázó. Ez nagyon. Pedig szerintem... Hát talán kicsit többet kéne nézni a sorozatot. Hát, nem valami. Lehet. Ezért utálnak a gyerekek. Nem is. Hát ennyi lett volna, gyerekek. Ez a jó középsúli kvíz. Sziasztok. Ali.